hamarosan érmet osztanak a hölgyeknél. Köszöntöm újra a nézőket, én Tóth Zsolt vagyok. Minden Agárdról, a strand kézilabda magyar kupáról. A strandépítő Girls Beach Handball Team fog játszani a Glass Studio nyúlon túllal, és meg is történt most a feldobás, és a nyúlon túl szerezte meg a labdát. Ugye az előző mérkőzésen ez egy rossz omen volt, hiszen a mindkét szedben az Eto volt az, amely sikeresen megszerezte a labdát, és mind a két szettet elvesztették. Látjuk, hogy hogy alakul ez majd a hölgyeknél. Egy nagyon szép pörgés után meg is szerzi a vezetést a nyúlon túl. Vágó Krisztina talált a hálóba. Ez pedig egy gyönyörű védés volt, mivel oldalt ment ki a labda. Marad a labda a strandépítőknél, Team Alexandra, Alexa védett nagyon szépen. Ez pedig szintén egy gyönyörű befejezés volt, Vajda Luca, 2-2. A strandépítők a múlt héten megnyerték a Vonyarcvashegyi kvalifikációt nemzeti kézilabda bajnokságban. Ott egyébként az elődöntőben találkozott egymással ez a két együttes. Akkor a strandépítők diadalmaskodtak, és akkor is a bronz meccsen volt kénytelen játszani a nyúlon túl. Támadó szabálytalanság. Szép volt a védekezés Csaba Alexától. És ismételte egy nagyon szép egyéni akció. Kemencik Martina. Ugye múlt héten is brillírozott tulajdonképpen. Oszlopos tagja már a strandépítő Girls Beachnek. Kicsit összeszedetlen volt most a védekezés, viszont a védés az nagyon szép volt. Csiki Andrea. És itt lehetetlen, hogy vonalvédekezést választ ott a nyúlon túl. Míg hát azt lehetne, hogy egy 1-2-es védekezés a strandépítőknél. Szép labdajáratás, majd egy egyéni akció is ismételten egy pörgés után találat Lesták Diana. És szépen lehet látni, hogy egy vonalban a nyúlon túl védelme. Marad a labda a strandépítőknél. Pedig úgy, hogy egy büntetőt végezhet el Vajda Luca. És nagyon magabiztosan belőtte, tulajdonképpen mozdulni sem tudott rá Team Alexa. Na, kié lesz a labda, kicsit ilyen pók kézilabdázásba ment át a dolog. És a földön voltak. Ukrin Lilis labdához ért. Jönnek a nevelés. Ez pedig egy gyönyörű gól. Két kapufás találat Vajda Lucától. Gyönyörű kínai figura után. És időkérés a nyúlon túl együttesénél. A vezetőedző Hú Márton kért időt. Másik oldalon egyébként Kis Dániel igazgatja a strandépítőket. Itt az elején már talán kirajzódik az, hogy a strandépítők együttese lehet az, amelyik inkább dominálja a mérkőzést. Hát igen, nagyon rutinos strandkézilabdázókról van szó. Ez meg is látszott már több akciójukon is.
védekezésbeli különbség van a két együttesnél, de csak formációbeli. Egyelőre nem lehet azt mondani, hogy egy csapatvédelme sokkal jobban muzsikálna, mint a másik. Meglátjuk, hogy itt az időkérés nem mit sikerült kiagyalni. Leitner Lilla adhatja majd tovább. És újraindult a mérkőzés. Nyugodon túli támadás, egy távoli lövés és egy gyönyörű szép gól. Ismét egy két pontos. Most már védekezésben több kilépő van. De ez Vajdalucát egyáltalán nem zavarja. Hárman vetődtek be tulajdonképpen elé, és így is sikerült gólt szereznie. Most már Szerdát jóval kiebb védekezik strandépítők. És ez egyértelmű lökés volt, illetve belemenés, támadó szabálytalanság. Be lehetett volna törni, volt egy kis hely, de sikerült végül jól lezárni. És Lesták Boglárka az, aki sokkal többször lép ki a védelem bal oldalán. És ismételten Vajdalucza talált a hálóba. Egyelőre jók itt az időkérés után ezek a labdajáratások. Ez is egy nagyon okos megoldás, és egy nagyon okos gól. Talán pont, amikor kimondtam, hogy jók a labdajáratások, akkor akadt meg egy picit a támadás, de sikerült ott helyet találni. Ez is okos megoldás, Ukrin Lili egy forgás, és ismételten egy gól. Ez is két pontos. Továbbra is magabiztosnak tűnik a strandépítők együttese. Középen ott volt egy taps, egy labdakérés, itt pedig egy gyönyörű labdaszerzés. Szűcs Rita mutatta, nagyon szép volt a vetődés. Igen, Lesták Diana kérte volna bent még középen a labdát egy tapssal, de nem kapta a labdát. A befejezés pedig nem volt pontos, Ukrin Lili. Ez is egy gyönyörű szép blokk volt, de marad a labda a strandépítőknél. Ugye majdnem belépett ott Ukrin. Egyensúlyát sikerült aztán visszabillentenie. Ismét Kemencsik Martina szépen tört be. Ismét egy két pontos. Középen megint van üres ember. Lesták Diana volt megint, és egy sérülés. Ujjajajajajajajaj, ez már hívják is. Ez nagyon nem néz ki jól. Ajjajajajajaj. Szűcsita is fogja a fejét. Rögtön lehetett látni, hogy nagyon komoly a baj. Már szóltak a mentőknek, akik már érkeznek is. Reméljük, hogy csak az ijegység nagy, nem pedig a probléma. Rögtön el is pityeredett Diana. Többen is körbeállják. Hát Vágó Krisztina arc kifejezését inkább nem szeretném kommentálni. Egyébként pont ott azon a ponton volt, itt az előző mérkőzésen itt nézték, nagyjából azon a helyen egy ilyen keményebb talaj elemet. Hát reméljük, hogy nem komoly. Egyelőre sajnos nagyon komolynak néz ki. Hát ez nem hiányzott senkinek, természetesen Lestáknak meg főként nem. Csapattagok is körbeállják, hát nagyon bízunk benne, hogy nincsen komoly baj. A játékára nem lehetett panasz, nagyon jól mozgott be területekbe.
a mérkőzést biztosan nem fogja tudni folytatni, de reménykedjünk benne, hogy minél hamarabb felépül. Meg is tapsolják őt természetesen. Hát ezek most nagyon nehéz pillanatok számára is. Bántani nem bántotta senki. Amikor átvette a labdát, akkor történhetett valami a bokájával. A mérkőzés pedig ebben a pillanatban folytatódik. Hát mielőbbi jobbulást kívánunk innen is Lesták Diánának. Játékvezetők fújtak. Ezt most szépen sikerült megoldani Vágó Krisztinának, és kiharcolt egy büntetőt, amit ő maga végez el. És be is lövi. Két pontos ez is. És ugye kiállítás is volt a strandépítőknél. Így ember hátrányban játszanak. Majd a Luca nem tudott lőni. Ukrin viszont tudott. Talán az első egy pontos a meccsen. Mivel ember hátrányban vannak, így több üres terület is van. Ez viszont egy gyönyörű védés. Nem ment át a vonalon a labda. Csiki André újabb védése. Most a strandépítők kérnek időt. Majd a Luca mosolyogott. Hát talán ő már érzi, hogy bizony ez a szett meg lehet. Ugye kicsivel több mint 2 perc van még hátra az első fél időből. Egyelőre magabiztos érződnek a strandépítők. Talán most azt beszéljük meg, hogyha még 2 darab 2 pontos sikerülne megejteni, akkor biztos lenne az első szett győzelme. Nyúlon túliaknál pedig azt kell megbeszélni, hogy ezt az ember előnyt hogyan tudják kamatoztatni. És úgy tűnik, hogy náluk kell több mindent beszélni. Nyilván most már ők Lesták Diánáért is küzdenek. Strandépítők hozzák majd a labdát. Hiszen pontosan Kemencik Martina indította útjára. Vajda Luca, szép átadás volt és egy szép lövés. A védésen volt külön Tim Alexa. Kemencik tovább Urinnak, aki nem lövi el, hanem Vajdának tette tovább, és ismételten egy szép védés. Lehet, hogy azt beszélték meg még az időkérés során, hogy hova szokta lőni Vajda Luca. Úgy tűnt, hogyha Tim pontosan tudta volna, hogy merre kell mozdulnia, pedig egy jó blokk. Hogy az idő? Ez egy szép betörés volt most. Ismételten 2 pontos lehetne Rilla. Nagyon tömör volt most nyúló túliak védelme. Dobos Vivian lépett ki, és elveszik a játékvezetők a labdát a strandépítőktől. Egyelőre úgy tűnik, hogy jót tett az időkérés a nyúlon túlnak. Vonalra lépett ott Tupek Nikolett. Pedig hogyha itt most 2 gyors akciót sikerült volna góllal végigvinni, Tim Alexa védései pedig jöttek volna, és jönnek is.
távolölövés sikerült most hárítani. Hát neki biztosan jó tett az időkérés. Középen volt üres ember, nem sikerült megjátszani, hát talán majd most nem sikerült viszont elkapni. Kicsit megnyugtatják a labdát strandépítők, hát nekik nem sürgős most. Az utolsó másodpercek is leteltek, 1-0-ra vezet a strandépítő Girls Beach Handball Team. Hát egy súlyos sérülésen és egy sokkon túl vagyunk, reméljük, hogy a második játékrész már más milyen izgalmakat hoz. Egyelőre nagyon magabiztosnak látszik a Salgótarjáni együttes. Nagyon rutinos együttesről van szó. Több válogatott játékossal. A nyúlon túliaknál nagyon fiatal a keret. Itt azért több rutinos játékos van a strandépítőknél. Közben pályát is meglocsolják a kapu előtt. Hát, hogy egy hasonló félidőt tud produkálni a strandépítők, akkor szerintem kétség sem férhet a győzelmükhöz. Ja, ami azért is fontos, egyrészt, mert ugye éremmel gazdagodnak, a másik pedig ugye, mivel az első három csapat bejut a Magyar Kupa országos döntőjébe. Úgyhogy nem kicsi, tehát most a tét ezen a mérkőzésen. Ismételten a nyúlon túliaknál van hosszabb megbeszélés, tehát az érthető hiszen egyelőre a strandépítőknél komolyabb probléma nem volt az első szedben. Szokásos négyessel kezdenek majd. És nézzük a labda feldobást. Újra. Ez nem volt megfelelő. És meg itt a nyugodt túliak nyerték. És egy szép találat. Egy két pontos. Ugye az előző mérkőzésen is, amit közvetítettünk, ott az a csapat veszítette el a találkozót, amely mind a két szedben megnyerte a labda feldobást. Egyelőre ez Tim Alexa mérkőzése, nagyon sok szép védése volt már, ezt azonban nem sikerült most hárítani a most is kilépővel védekezett a strandépítők csapata, ismét egy két pontos. Az első fél idő is nagyjából hasonlóan kezdődött, a két csapat fej-fej mellett haladt, aztán utána elhúzott a strandépítők, és pedig egy szép védés. Ismételten Tim Alexa. Vajda Luca nem talált a kapuban. Kapuba nem úgy, mint Krupek Nikolett. És bizony-bizony nagyobb elánnal kezdi a fél időt a nyúlon túl. Vajda Luca egy pörgés után 6-4. Itt is lehet látni a kilépőt. Középen ott teljesen üresen volt megint Tumpek. Vajda Luca teszi fel a kezét. De ki kell állnia. A vezetőedzője is reklamál, hogy feltette a kezét. Nem volt szabálytalan, de a játékvezetők másképp gondolták. Egy szép pörgés és egy szép befejezés. 8-4.
úgy néz ki, hogy ez a második játékrész jóval izgalmasabbnak ígérkezik. Ugye most már az egyéni hibák is bebecsúsznak, ez még nem hosszulta meg magát. De Tim nagyon szépen védett ismételten. Megtette hatását tehát ez a félidei csapat értekezlet. Egy távoli lövés is ismételten egy gól. Talán azt lehet mondani, hogy a strandépítőket is kicsit meglette most a nyúlon túl játéka és a nyúlon túl együttesének elánya. Ez pedig egy büntető. Ketten ugrottak be középre. A blokk a sikeres volt. Még az hiányozna, hogy még egy sérülés itt a mérkőzésen. Kemencik Martina fogja a csuklóját, de talán nincsen komoly probléma. Vajda Luca végzi el a büntetőt. És be is lövi. Zárkózik a strandépítők. Most már sokkal kijebb védekeznek a salgótarjániak. Hát igen, kell a gyors labdaszerzés. De helyett egy gyors nyúlon túli gól. Még azán találja most a második fél időben a játékát a strandépítők. Ez viszont most egy nagyon szép megoldás. Vajda Luca. Öt volt a szélen egy kis hely. Be is tudott menni arra a helyre. Kicsit áttolódott a nyúlon túli védelem. Szűcs Rita lépett ki középről, és ismét egy szép gól forgás után Kupek Nikolett. Ez is egy szép találat volt. Ismét Vajda Luca, talán ő lehet az, aki most tartja a lépést a nyúlon túl együttesével. Többször is van játékban. Az első fél időben is vezére volt a csapatnak. És úgy tűnik, hogy a második fél időben Tupek Nikolett akarna vezére lenni a nyúlon túliaknak, de ezt most elrontotta. A nyúlon túlnak. És fejen találta a labdát. Fejen találta a labda Tim Alexát. Sikerül szerencsére sérülés nélkül felkelni Horváth Alexának. De ez a védekezés természetesen egy büntetőt ért, amit ismét Vajda Luca végezhet el. És ismét belövi. 14-11. Itt is van egy kis hely, és ezt is sikerül kihasználni ezúttal Gönc Emma. 16-11. És már a második játékrész felén is túl vagyunk. Hogy az idő, tehát a strandépítőknek. Vajda Luca most segített. Már csak három van közte. Kicsivel több mint 4 perc van még a mérkőzésből. Egy nagyon komoly tény lenne, hogyha meg tudnák oldani ezt most a strandépítők, hogy visszajönnek a mérkőzésbe. De hát ezt természetesen nem szeretné a nyúlon túl, és 18-13-ra módosult most az állás. Kemencik. Ő volt szabálytalan most. Lesták Boglárka volt az elszenvedő. Egy gyors akció. Érzésem szerint itt is szabálytalanság volt, de
a játékvezetők szerint nem történt semmi, úgy láttam, mintha ott kurcant volna két láb, de nem találták szabálytalannak most Vajda Lucát, így jöhet a strandépítők. És a nyúl talál be, így ismét két pontos, 18-15. Sokkal szorosabb, tehát ez a végjáték, mint az első szetben volt. És teljesen reális esélye van a nyúlon túlnak megnyerni ezt a mérkőzést. Főleg, hogyha ilyen területeket hagy a strandépítők. Ismételten Vajda Luca pöröl a játékvezetőkkel. Vágó Krisztina dobhatja a büntetőt, és bizony ezek a két pontosok már nagyon sokat érhetnek. Főleg, hogyha be is dobják. 20-15. Kevesebb, mint 3 perc. Kicsit kintebb is védekezik már a nyúlon túl, mint az első fél időben. Viszont egy szép megoldás volt. Lehetett látni itt a szélen, hogy Jönc Emma tulajdonképpen lesevette a szemét Ukrin Liliről, és esélyese volt megkapni a labdát Ukrinnak. Ezt viszont szépen fejezi be most Jönc Emma, 22-17. Folyamatosan tartja az 5 gólos különbséget. Amikor kicsit zárkózna fel a strandépítők csapata, akkor jön egy újabb gól a nyúlon túltól. Most megkapta a labdát Ukrin. És még a gól előtt sikerült időt kérni kis Dánielnek, így nem érvényes a találat. Aztán le is szegte a fejét, hogy bizony ez most hiba volt. 2 perc, 10 másodperc van még második szedből. 22-17 az állás. Az első félidő játéka alapján talán erre nem lehetett következtetni. Nagyon kellemes meglepetés az a nyúlon túltól. Nagyon taktikusan, éretten és összeszedetten játszanak itt a második félidőben. És talán a strandépítőket is meglepte ez a fajta játék. Ugye olyan sok támadásra már nincs idő, tehát innentől kezdve minden egyes gól aranyat érhet a nyúlon túlnak. És hogyha megnyerik a második félidőt, utána jöhetnek a szétlövések. Jött a szétlövés. Ott pedig aztán már tényleg bármi előfordulhat. De hát odáig még el kell jutni, és természetesen a strandépítők célja az, hogy ez ne történjen meg. Csaba Alexa tesz arról, hogy ez minden kevesebb esélye legyen a nyúlon túlnak. 22-19. Ismételten egy nagyon szép védekezés, pontosan tudta most Vajda, hogy mire készül Jönc Emma. De még mindig támadhat a nyúlon túl. Nagyon szép volt a testcsel, és a védekezés is. De továbbra is marad a labda a nyúlon túlnál. 1 perc, 20 másodperc van még hátra, és sikerül gólt szerezni. 23-19. 4 gól van ugye közte, és kicsivel több, mint 1 perc. Majd most a rohanás, és hiba, támadó hibát fújnak. Hát talán itt dőlt el, ezzel dőlt el ez a szett. És Dániel is magyaráz. Hát hogyha itt ezt még megadták volna, akkor ugye 2 gól lett volna közte, tehát 1 támadás, így 4 gól van közte, és a nyúlon túlnál a labda, és időt is kért Kun Márton. Tulajdonképpen egy gyors támadás befejezés és egy gól, és
eldőlt ez a második félidő. De talán az is elég lehet, hogyha csak tartják a labdát. Meglátjuk, mi lett majd itt a utolsó másodpercekben. A strandépítők részéről pedig természetesen egy gyors labdaszerzés, egy jó befejezés. És utána szintén ki kell védekezni még, hogy aztán támadhassanak az egyenlítésért. Ha egyébként döntetlen lenne, akkor ugye aranygól döntene itt a második szetben. Egyelőre eldugja a labdát a nyúlon túl, és kapufa. De büntetőt ítélnek. 2 perc. De bocsánat, kapus kidobás. Azt mutatja, most a játékvezető először tetőponthoz mutatott, aztán utána pedig kapus kidobás. 30 másodperc van még. Egyelőre ez jó védekezés. És ismételten fújnak a játékvezetők. Többen nem hiszik el, főleg Csaba, Alexa. 15 másodperc van még, és jönnek majd utána a szétlövések, hiszen innen már nem lehet egyenlíteni. Egy-egy után, tehát jönnek a szétlövések. Elképesztő öröm a nyúlon túlnál. Hát lehet, hogy talán ők se gondolták, hogy ez idáig fut ki. Ez a történet, a strandépítőknél pedig kicsi döbbenetet vélek felfedezni. Tehát döbbenetre nincs idő, hiszen most kell igazán koncentrálni és erősnek lenni fejben. Meg volt a kőpapír olló. Két csapatkapitány részéről. Hatalmas az öröm. Nagyon kíváncsian várhatjuk ezt a szétlövést. És ugye, mint mondtam már a fél időben, hogy nem kicsi a tét. Hiszen itt eldől a biztos, hogy kinek van biztos helye az országos döntőben. Team Alexának eddig nagyon jó meccse van. Hogyha most ezt megnyernék, akkor szerintem ő lenne a találkozó hőse. Akit még meg kell említeni itt a második fél idejé játék alapján, a nyúlon túlnál az egyértelműen Gönc Emma volt. Vajda Luca jöhet először. Fordulás után egy gyönyörű szép megoldás. Tehetetlen volt most Alexa, Team Alexa, és 2-0. A másik oldalon Vágó Krisztina jön először. Nagyon feszült izgalmak mindkét oldalon. Vajda a kapuban. És a kapufa. Kapufát találja a Vágó Krisztina. Nagyon okosan kijött Vajda, és megzavarta. A kapufáról pedig nem befelé, hanem kifelé pattant a játékszer. 2-0 továbbra is. Ukrin Lili lesz a második próbálkozó strandépítőknél. És ő is belövi. Így 4-0. Az előbb hibázott Vágó Krisztina, most megnézhetjük Gönc Emmát. Az ő második félidei jó teljesítmények is köszönhetően
jutott el ideig a mérkőzés, Vajda ismételten kijön. És ezúttal nem sikerül védeni, itt az előbb kapufa volt, tehát nem sikerült úgy megzavarni az ellenfelet, hogy hibázzon, bár beleért, de ezúttal sikerült a hálóba lőni, 4-2. Vágó Krisztina is megpróbálja azt, amit Vajda Luca, de neki nem jön össze. Sikerült betalálni a Csaba Alexának. Itt már 6-2. Murac Réka lesz a nyúlón túliak harmadik embere. Ismételten Vajda kapuban. Ismételten kijön. És ismételten sikerül megzavarni az ellenfelet. Marad a 6-2. Ugye itt a második félidőben, amikor a nyúlon túlnak volt jó periódusa, akkor Vajda Luca volt az, aki szállította a gólokat, most pedig úgy tűnik, hogy ő az, aki szállíthatja ezt a győzelmet. Még egy messzcsere. Ezúttal is Vágó Krisztina most a kapuban. A nyúlon túlnál. Megint kijön, de nem sikerül zavarni. És vége így a mérkőzésnek. A strandépítő Girls Beach Handball Team sikere. A nyúlon túl együttese talán a vártnál szorosabban alakult, sőt, szinte biztos, hogy a vártnál sokkal szorosabban alakult ez a mérkőzés, mint ahogy bármi lehetett. A strandépítőknek sikerült ez a bronzérem, és ez volt az országos döntőben. Már biztosan, de minden tiszteletet és tapsot is megérdemel a nyúlon túl együttese. A simon első félidő után nagyon-nagyon megnehezítette a strandépítő dolgát a Glastúdió nyúlon túl. Küzdöttek, mondták, hogy bizonyuk is nem tudják a meccsben kézilabdázni. A strandépítők örülhetnek tehát, és a múlt heti kvalifikációs győzelem után most egy bronzéremnek is tudnak örülni. Szétlövésben, tehát 7-2-re sikerült megvenni a nyúlon túl együttesét. További mérkőzések. Thank you.
De nem, az a maga szóval, meg ezt jelentődött. De akkor miért nem szóltak, hogy nem lesz szóval, abban biztos, hogy sima legyen, hogy tudjam, hogy ki nyer. Hallod.